Sziasztok! Most ez egy olyan kis videó lesz, amiben kicsit hangosabban fogok beszélni, nem suttogni. Ugyanis vannak olyan ismerőseim, akik inkább azt szeretik, hogyha normális hangnemben beszélek, és nem suttogok. Most úgy igazán ez a videó is azért készül, mert egyrészt nem csak, hogy a nézőt szeretném úgymond megnyugtatni, hanem végül is kicsit saját magamat is. Ezért arra gondoltam, hogy felolvasom az egyik régi kedvenc mesémet. Az a címe, hogy Jávorfából Furujácska. Volt a világon egy király, annak három lánya. Kiküldte egyszer őket az erdőbe földi epret szedni. Megmondta nekik, aki a leghamarabb teliszedi a kosarát, annak vesz legszebb ruhát. A legkisebb lány volt amúgy is a legszorgalmasabb, hamar teliszedte a kosarát. A két öregebb alig szedett valamit, mással töltötték el az időt. Amikor észrevették, hogy húguk nyerte meg a versenyt, elfogta őket a rossz irítség. Azt mondja a legöregebb halkan a középsőnek: mit szól majd apánk, ha látja, hogy ilyen keveset szedtünk? A húgunk megteliszedte a kosarát, majd megkérdezi, mit csináltunk, mit felelünk. Hogy kinek kapjunk, üssük agyon inkább a húgunkat, otthon pedig azt mondjuk, elveszett az erdőben. Kerestük sokáig, azért is nem tudtuk teliszedni a kosarunkat, azért jöttünk ilyen későn haza. A középső lány nem akart beleegyezni, de a legöregebb végül mégiscsak agyonütötte a szegény legkisebbet. Azután elásta. Otthon pedig az apjuknak azt hazudták, hogy a kisfiúk elveszett az erdőben. Keresték mindenfelé, de nem találták. Azért is nem szedhettek a nagy kereséstől elég epret. Rájuk esteledett, alig tudtak ők is hazajönni. A király igen nagyon sajnálta a kislányát, bánatosan megsiratta, mert ő volt a legjobb a lányai közt. A szegény legkisebbi királylányból pedig ott künn az erdőben egy jávorfácska nőtt. Tavasszal juhászt legeltetett azon a tájon. Amint egyszer a jávorfácska felé ment, gondolt egyet, levágott róla egy ágat, és a furuját csinált belőle. Mindjárt meg is próbálta, belefújt. De a furúja mindig csak ezt szólta: fújjad, fújjad, juhász legény, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Arra ment egyszer maga a király is, hallgatta, hogy mit mond a furúja. Mindig a kislányára gondolt. Most az jutott eszébe, milyen rejtelmesen tűnt is el az ő kislánya az erdőben. Megkérdezte a juhászt: hol vette a fül? Megkérdezte a juhászt: hol vette a furuját? Felelte a juhász: itt vágtam az erdőben. Gondolt egyet a király: add csak ide azt a furuját.
A juhász odaadta a furuját, a király a szájához vette, belefújt. S a furuja most ezt szólta. Fújjat, fújjat, királyatyám, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Megvette a király azon nyomban a juhász legénytől a furuját, hazavitte, odaadta a feleségének, hogy fújja meg az is. Mikor a királyné fújta, ezt mondta a furuja. Fújjat, fújjat, királyanyám, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Hallgatták mindketten, hogy mit mond a furuja. A királyné már régóta abban a hitben volt, hogy többet tudnak a lányai a kishúguk elvesztéséről, mint amennyit mondanak. Behívatja hát őket. Ahogy belépnek, a királyné odaadja a kisebbik lányának, hogy fújja meg a furuját. A furuja azon nyomban elkezdi. Fújjad, fújjad, rossz nénécském, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. Most fújd meg te, mondta a királyné a legöregebbik lányának. De bizony az már nem akarta, de nem térhetett ki. Kezébe nyomták a furuját, meg kellett fújnia. Alig, hogy megfújta, a furuja már is elkezdte. Fújjad, fújjad, én gyilkosom, én is voltam királylányka, királylányból jávorfácska, jávorfából furujácska. A gonosz testvér kiejtette kezéből a furuját, aztán térdre csuklott, úgy szánta bánta a bűnét, simánkodott kegyelemért. De a király rögtön kiparancsolta a házából, a fővárosból, az egész országból azzal, hogyha visszatér, a fejét veszik. Az erdőben nőtt jávorfácskát pedig nagy gonddal kiásatta, és az ablaka alá ültette. Vége. Hát ez a Illyés Gyula 77 magyar népmese. Könyvből volt, gyerekkorom eddig egyik kedvence. Hát rengeteg mese van benne. Azért olvastam most úgy igazán mesét, mert abban a, vagy hát azt az elvet követem, hogy az a jó, hogyha az ember a lelkében mindig gyermek marad, mert csak akkor tud igazán boldog lenni, és hát úgy igazán akkor él igazán az ember, hogyha a gyermek marad a lelkében, még ha fizikai teste is egy kicsit megöregszik, vagy idősebb lesz. És gondolkozok, hogy olvassak-e még valamelyik mesét. Az a baj, hogy a többi mesét azt úgy hirtelen így
annyira nem ismerem. Talán még ezt a egyet elmesélem. A hét holló. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy asszony. Annak az asszonynak volt hét fia. Azok után egyszer csak gyönyörű szép lánygyereket hozott a világra. A gyerekágy után, mikor először járt a faluban, azt látta, hogy a hét fia épp jön ki a kocsmából. Annyira megharagudott rájuk, hogy megátkozta őket. Váljatok hollókká, ha kocsmába jártok! Alig, hogy ezt kimondta, a hét holló ott szállt el a feje felett az ő hét fia. Ő megment hazafelé. Már a kislány nagyocskára nőtt, szép lett, anyányi. Látta, hogy az anyja mindig sír. Miért sírsz te, anyám? Kérdezte. Ne kérdezz engem, hogy miért sírok. Úgy se tudsz te engem megvigasztalni, felelte az. Dehogy nem, édesanyám, tudnék tám valamit én is. Mondja csak meg, majd meglátom, hogy mi, hogy jobb lesz. Mondja csak meg, hogy meglátja, hogy jobb lesz. Mondja csak meg, majd meglátja, hogy jobb lesz. Megmondom, fiam, ha olyan nagyon erősködöl, de tudom, hogy hasztalan. Hát tudod-e, mikor te születtél, már volt neked hét bátyád, akik kocsmába jártak. Én meg megátkoztam őket, hogy váljatok hollóvá. Ők azzá változtak, elszálltak, azóta úgy oda vannak, hogy se hírük, se nyomuk, nem tudok róluk semmit. Ezt mondta az asszony, de nagyon keserves sírásba fogadt. Vigasztalta volna a kislány, de csak rosszabb volt. Annál jobban sírt. Egy nap reggel azt mondja a lány az anyjának. Édesanyám, süssön nekem pogácsát, én elmegyek, felkeresem a bátyáimat. Hova mennél te, hisz azt se tudod, hol, merre keresd őket. De a lány kötötte magát, az anyja se állhatott elébe, hogy ne menjen. Sütött neki pogácsát, azzal útna keresztette. Ment a lány, mendegélt, hetet hét ország ellen. Az útjában találkozott egy farkassal. A farkas megállott előtte az úton, a lány meg nagyon megijedt. Sose ijedj meg tőlem, jó lány, nem bántalak én. Adjál inkább egy falat ennivalót, mert már úgy ehetném, hogy majd elveszek. A lány megbátorodott, kivette a tarisznyából egy pogácsát, odaadta neki. Az meg egy sípot adott neki érte, hogyha akármi baja lesz, csak fújja meg, ő azonnal segítségére megy. Azzal elváltak egymástól. Ment a lány tovább. Útközben egy rókával is találkozott. Hallod-e, jó lány, fordíts meg engem a másik oldalamra. Már hét esztendeje nyomorgok a fél oldalamon. Jó tett helyébe, jót várj. A lány megsajnálta azt is. Megfordította, adott neki egy pogácsát. A róka meg leszakított magáról egy szál szőrt, odaadta neki, hogyha szüksége lesz valamire, csak szakítsa ketté, ő rögtön ott terem. Jól van, a lány azt is eltette. Harmadszor meg, ahogy megyen, egy gajról leszól neki egy kis madár. Az is pogácsát kért. Adott ő annak is. A kismadár meg hála fejében olyat mondott, hogy ha a veres tengerhez érsz,
ott egy szép alma esik elébed, te azt vedd fel, edd meg, a csutáját meg tördeld el, és hajgáld a vízbe. A lány megköszönte a madár jó akaratát, és elindult. De a kismadár attól a perctől fogva mindig vele ment. Sokszor feljött a nap, meg sokszor lement, míg egyszer csak nagy sokára a Dunához ért a lány. Próbálna, de nem tud rajta átjutni. Benyúlt a zsebébe, elővette a sípot és megfújta. Rögtön ott termett a farkas. Mit parancsolsz, itt vagyok, mondta a farkas. A lány elmondta a baját. Akkor a farkas elvette tőle a sípot, megfújta ő is. Hát csak úgy nyüzsgött a sok farkas, annyi jött oda. Mentek egyenest a Dunának, a lány nem tudta, mire vélje. Látta azután, mikor már mind belement, hogy azért van ez, hogy ő át tudhasson menni. Úgy átsétált a sok farkas hátán, hogy még a cipője szélese lett vizes. Már a Dunán átment volna, de még csak azután jön a sok nehéz út. Megy, mendegél, már el is fáradt, mikor a fekete tengerhez ért. Hogy menjen ő azon át? Mindenféleképpen törte a fejét rajta. Eszébe jutott a szőrszál. Szétszakította. Rögtön ott termett a róka. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Vigyél át a fekete tengeren, mert nagy utam van nekem. A róka csak nekifarolt a tengernek, farkát rávetette a tengerre, úgy, hogy félig átérte. Akkor azt mondta a lánynak, hogy eredj, no, mikor a tenger közepén volt a lány, a róka megfordult a tenger másik partja felé, úgy, hogy a lány minden baj nélkül átmehetett a róka farkán. De a kismadár is mindig vele ment. Egyszer a veres tengerhez ér a lány. A partján mindjárt elébe hull egy alma. Enni kezdi, a csutáját pedig a vízbe haigálta egy cseppig. A csutából gyönyörű szép hajók lettek. Egyikre felült, az elvitte túl a veres tengeren. Ott a parton volt egy nagy hegy, annak a tetejében meg egy kis ház. A kismadár, aki hűségesen kísérte, itt azt mondta a lánynak. Te ide tartasz ebbe a kis házba, de te oda nem tudsz magadtól feljutni sohasem. Hanem amott a hegy tövében van egy hattyú, ülj fel annak a hátára, kapaszkodj a nyakába, ne félj, majd felvisz az. Úgy is volt. A lány ráült, a hattyú meg felvitte. Bement a kis házba, szétnézett. Elővette az asztalterítőt, kirakott rája 7 pogácsát, aztán elbújt az ágy alá. Este hazajönnek a hollók, szétnéznek a házban. Kérdezősködnek, tanácskoznak, hogy ki járt itt, de nem tudják kisütni. Azzal lefeküdtek, reggel meg elmentek hazúról. Másnap is úgy történt a dolog. A lány megterített, és elbújt az ágy alá. A hollók találgatták, most is, de nem mentek semmire. Harmadnap a hollók javában eszik a pogácsát, a lány meg csak előbújik az ágy alól, és azt mondja nekik, ismertek-e még engem? Azt mondják erre a hollók. Hát hogy ne ismernénk, hiszen te a testvérünk vagy. De tudod-e, mit? Ne maradj te itt közöttünk, mert ha a hollók királya hazajön, széttép. Eredj, míg szépen vagy. De a lány megkötötte magát, hogy bizony nem megy ő addig, míg őket ki nem szabadítja. Azt mondják a hollók, nem lesz abból semmi, mert ahhoz 7 esztendőt, 7 fél órát, meg 7 minutát kell éhezni, meg az idő alatt egy árva szót sem szólni. Te meg azt nem bírod ki. Dehogy nem, mondta a lány. Majd megpróbálom. Azzal elbúcsúzott a hollóktól, és ment, amerre látott. Útja egy nagy uradalomba vezetett. Talált egy nagy szalmakazalt, ebbe belebújt. Ott volt az ő magányosan.
Ott volt ő magányosan, se nem evett, se nem szólt senkihez. Hiába hozta a király agara az ételt, rá sem nézett, még csak hozzá sem nyúlt. De egyszer csak a lovász észreveszi, hogy az agár, ami ételt kap, mind kazalhoz viszi. Rálesett. Meglátta, hogy a kazalban lyuk van. A lyukban meg valami szép lány van elrejtőzve. Jelenti is a királynak mindjárt, hogy mit látott. A király odament, szólítgatta a lányt, de azt tartotta a fogadalmat, és nem szólt. A király azt hitte, hogy a lány néma, de nem törődött a némaságával, és elvette feleségül. Nem sokára lett egy szép gyerekük, de volt az udvarban egy kutyairigy vasorú bába is, az haragudott a néma királynéra, szörnyen. Minden áron el akarta veszejteni. Elkérte egyszer tőle a kisgyereket, vesszőkosárba fektette, betette egy folyóba, az meg vitte lefelé a kosarat, és benne a kisgyereket. Akkor a vasorú bába bement a királyhoz, azt mondja neki, mit érdemel az az asszony, aki saját tulajdon gyerekét a folyóba öli? A király sejtette, hogy az ő feleségére kell most szólni valamit, de nem szólt, csak azt mondta, még várok, az igazság majd kisül. De született ám a királynének második, harmadik gyereke, azokat is mind elveszejtette a vasorú bába a vizen. De szerencsére egy molnár, akinek egy csepp gyereke sem volt, mindegyiket kifogta. A gyerekek születését azonban látták a hollók, meg azt is, ahogy a molnár egymás után kifogta őket. De a király végül mit volt, mit tenni? Elhitte, hogy a felesége csak ugyan maga emészti el a gyerekeket. 99 kocsifát hordatott mágiába, és megparancsolta, hogy ha az majd tiszta parástűz lesz, tegyék rá az asszonyt. Már meg is gyújtották a mágiát, már vinni akarták az asszonyt, de mikor épp a csarátnokra akarták tenni, letelt a 7 esztendő, a 7 fél óra, meg a 7 minuta. A 7 holló, akik ott voltak a mágia körül, az igaz látásnál csak megrázkódott, és valamennyiből szép fiatalember lett. Ők aztán elmondták, hogy a királyné az ő testvérük, idáig azért nem szólhatott, mert őket akarta megszabadítani. A gyerekei pedig, akik a vas... A gyerekei pedig, akiket a vasorúbába a vizen eleresztett, mind egy molnárnál vannak, az kifogta a vízből, s azóta szépen neveli is őket. A királyné megszabadult, a gyerekeit a molnártól visszaszerezték, a királyné az anyját magához vette, a 7 testvére pedig elment haza, még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Vége. Hát most egyelőre szerintem ennyi ez a videó. Hát kíváncsi vagyok, hogy kinek tetszett. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!